Jónás Tamás ózdi születésű költő egy kis faluban Csernejben nevelkedett. Testvéreivel együtt nevelőintézetben töltött 2 évet, majd visszakerült a szüleihez. Ebből a környezetből lett felnőttként sikeres az irodalomban. Eszterházy Péter ajánlására kapott, nem sokkal első 2 kötete megjelenése után Herder ösztöndíjat, 2009-ben pedig a rangos Egon díjat nyerte el. Elmondása szerint véletlenül lett költő, és véletlenül maradt az. Művei leggyakrabban negatív élményeiből fakadnak. Azokból az élményekből születnek, amik zavarnak. Hát abban biztos vagyok, hogy olyan élményből, ahol az ember teljesen önfelett, és nincs meg az az önreflexiója, hogy rálásson arra, hogy éppen mi történik vele, azokból nem születnek versek. De ha van egy kis döccenő, van egy kis hiba, akár boldogtalanság, akkor abból nyilván születnek. Mindig ott, ahol valami hiba vagy anomália van. Kürti László az elmúlt évben kezdte a beszélgetés sorozatot, melynek során Máté Szalkán és Nyíregyházán találkozik pályatársaival. A kortárs írók, költők, akik számára inspiráló a vidéki közönséggel való találkozás, örömmel fogadják Kürti László felkérését. Pályatársi figyelemmel vagyunk egymás iránt, és közben én nem akartam én kultúra szervező lenni, de aztán útközben valahogy ez megtalált ez a dolog, és legjobb fórum nekem is arra, hogy igazán jól tudjunk beszélgetni, csak egy dedikációs órán egymáshoz szólva néhány szót, vagy egy rövid kávéházi beszélgetésben merüljünk ki, hanem akkor a megye számára is azért úgy gondoltam, hogy fontos lenne és hasznos lenne, ha több ilyen lehetőséget kihasználva beszélgetéseket folytatnánk. Korábban Kemény István, Kokorelli Endre, Szabó T. Anna, Térei János voltak Kürti László vendégei, akik nem csak a felnőtt olvasókkal, hanem rendhagyó irodalomórákon a gimnazistákkal is találkoztak.